Csörgőlabda kupát szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az esemény célja a hallgatók és a dolgozók érzékenyítése, valamint az, hogy minél többen próbálják ki ezt az érdekes csapatsportot. A csörgőlabda a látássérültek sportja, melyet csörgőkkel töltött labdával játszanak. A cél a labda begördítése az ellenfél kapujába. A látássérült játékosok számára a labda helyzetét a csörgők jelzik. Első alkalommal szerveztek ilyen kupát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Itt az egyetemen most kitűzött cél az, hogy az esélyegyenlőséget és az ehhez kapcsolódó lehető legtöbb eszközt megragadva érzékenyítsük a dolgozókat és a hallgatókat. Továbbá az ősszel megrendezésre kerülő csörgőlabda MEFFO-ban is nagyon jól szerepelt az egyetem, itt második helyezést értünk el, szintén csörgőlabdából, és ez a hármas adta azt a impulzust, hogy gyakorlatilag nézzük meg, hogy mekkora érdeklődést tudunk generálni a hallgatók és a dolgozók körében azzal, hogyha rendezünk egy első EKE csörgőlabda bajnokságot, gyakorlatilag egy házi kupát. Rövid idő alatt 8 csapat adta le a jelentkezését, sőt, többen is lettek volna, ha a lebonyolításra több idő jut. Ez hasznos tapasztalat a későbbiekre nézve. Összességében tehát aktívak voltak a hallgatók. Azt mondanám mindenkinek, hogy próbálja ki legalább egyszer, mert tényleg érdekes az, hogy az ember nem tud a szemére hagyatkozni, csak a fülére, és próbálja bemérni azt, hogy mennyire közeledik a labda feléd, vagy hát ugye bármi, meg ugye a csapattársakat is, hogy próbálod érzékelni, hogy ne rúgd le, vagy hasonló. Úgyhogy tényleg próbálják mindenki. Itt tényleg a csapatnak az összetartása fontos, mert ugye nem csak egy emberen múlik, mivel nagy a kapu, és így mindenkire is hagyatkozni kell a csapatba. Hazánkban egyébként igen népszerű a csörgőlabdázás. A szervezők remélik, hogy a mostani csak az első alkalom, és sikerül hagyományt teremteni. A csörgőlabda a hazánkban egy rendkívül népszerű sportág alá testsérült emberek számára. Még mindig a legnépszerűbb csapatsportról beszélünk, amiről tudni kell, hogy paralimpiai sportágról van szó. És egyre inkább felkelti az érdeklődést a látók számára is. Rengeteget szoktunk mi itt a városban, Egerben ezt a sportágat népszerűsíteni. El szoktuk vinni iskolákba, és ide az egyetembe is több alkalommal elhoztuk már. A csörgőlabdázás tipikusan egy tornatermi vagy sportcsarnoki szakág, hiszen amellett, hogy a speciális kaput össze kell állítani, a pályát is fel kell ragasztani, ugyanis a jelöléseket kitapogatva tudják a résztvevők betájolni magukat a játéktéren.